Jó. Sziasztok, szép estét! Ez itt a Dobbantó. Bojtoslav Csilla, én Bojtos Zoltán vagyok. Ma a könyvekről fogunk beszélgetni. Mi arra gondoltunk, hogy csináljuk úgy, hogy én kezdem a könyvbemutatót, Csilla pedig befejezi, ugyanis egy kis interaktív részt is csinált a végére, amit szerintem mindannyian nagyon fogunk élvezni, és egy pozitív vége lesz ennek a ma esti beszélgetésnek. És a kettő között pedig ti fogjátok bemutatni a könyveket. Rendben van így? Igen. Akkor én elkezdeném. Én ezt a könyvet hoztam. Barabási Albert László a képlet. Barabási professzor a Bostoni Notre Dame Egyetemnek a tanszékvezetője, és ő a kutató csapatával azt vizsgálta, hogy lehetséges-e a sikernek valamilyen törvényszerűségeit, vagy törvényszerűségét felállítani, és ehhez ő hihetetlen méretű adatbázisoknak az elemzésével fogott hozzá. Volt olyan adatbázis, amelyikben 40 millió tudományos cikk volt felsorolva. És sikerült neki 5 olyan törvényt felállítani a sikerrel kapcsolatban, amelyek olyanok, mint a fizika törvényei, tehát megváltoztatni nem tudjuk őket, de ha ismerjük, akkor remekül tudjuk a saját hasznunkra használni ezeket. Hasonlóképpen, mint ahogy az aerodinamika törvényei ismeretében egyre jobb repülőgépeket tudunk készíteni. Az ember azt gondolná, hogy a siker az egyenlő a teljesítménnyel. És ezt szeretném most nektek von Richthofen bárónak, a Vörös bárónak a történetével érzékeltetni. Nem tudom, hogy mond-e ez a név valakinek valamit. Ismerős. Igen, tehát ha hozzáteszem, hogy első világháborús pilóta, akkor talán még inkább ismerős. Képzeljétek el, hogy ő neki 80 igazolt ellenséges repülőgép lelövése van a számláján, ami olyan magas szám, hogy az első világháborúban az a pilóta, aki már 5-öt lelőtt, az már ásznak számított. És az ember azt gondolná, hogy azért ő a legismertebb, mert ilyen hihetetlenül magas ez a szám, és egészen addig így gondoljuk, amíg meg nem halljuk René Fonck nevét, akiről valószínűleg senki nem hallott soha, csak ha már olvasta ezt a könyvet. Ez a franciáknál volt ugyancsak pilóta az első világháborúban, 127 repülőgépet lőtt le, ebből 75-öt több független forrás is megerősít. Tehát, hogyha csak ezeket vesszük figyelembe, akkor is a második legeredményesebb pilóta, tehát a második leghíresebbnek is kellene lennie. A könyvből megtudjátok, hogy mi az annak, hogy őróla senki nem hallott, a Vörös bárót meg mindenki ismeri. A siker első törvénye úgy szól ugyanis, hogy a teljesítmény vonzza a sikert, de olyan területeken, ahol a teljesítmény nehezen mérhető, mondjuk mint a művészetben, ott a hálózatok határozzák meg a sikert, vagyis mit tudják. Erre nagyon jó példa Leonardo da Vinci egyik festményének a története, ugyanis ezt a festményt néhány évtizeddel ezelőtt megvásárolta egy gyűjtemény 10 000 dollárért, és néhány évvel később tudjátok, mennyire adta el? 519 millió dollárért adta el. Ez 51.900-szoros növekedés, aminek az az oka, hogy amikor ők megvették, akkor úgy tartotta a szakma meg a közvélemény, hogy ezt a képet nem Leonardo festette, hanem az egyik tanítványa. Közben viszont megváltozott ez a vélekedés, és most már Leonardo képének tartják. A kép nem változott semmit, ugyanolyan jó vagy ugyanolyan szép, mint korábban volt, de pusztán ez, hogy hogy gondolkozunk róla, megváltoztatja az értékét. Ebből a könyvből megtudhatod, hogy amikor Tiger Woods a pályán van, a legsikeresebb vagy a legerősebb ellenfelei miért játszanak számottevően sokkal rosszabbul. Megtudhatod azt, hogy mi alapján ítélik oda egy borversenyen az első díjat a boroknak, és megtudhatod azt, hogy egy állásinterjún mi az, ami igazán számít, mi az, ami eldönti, hogy kit vesznek fel és kit nem. Úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánlom ezt a könyvet. Ki lesz a következő? Kati, mondja te akkor a könyvedet. Jó, oké. Én egy szakmai könyvet hoztam. Ez is jó. Ez jó. Hogy ne hallj meg, az a címe. Ugye arról sokat beszélünk, hogy a táplálkozásunk az mennyire fontos, és hogy mi az, amit megeszel, és hogy ha megeszed, akkor az hogyan építi a testedet, és hogyan segít a regenerációba. Ez a könyv arról szól, hogy a vezető halálokok, tehát azok a betegségek, amik a vezető halálokok, azoknak a megelőzése, a megállítása, illetve a visszafordítása. Tehát, hogy
a táplálékaink hogyan tudják felépíteni újra egészségessé a testünket. Ami a különleges ebbe a könyvbe, hogy rengeteg tudományos kutatás van mögötte, az eredmények, az az orvos, aki ezt a könyvet írta, az ő nagymamája az olyan beteg volt, tolókocsival tolták be egy olyan rehabilitációs intézetbe, ahol kizárólag ezzel a növényi táplálkozással gyógyították a halálos betegeket, és 3 hét múlva a néni úgy jött ki, hogy már 6 kilométert tudott sétálni. 3 hét alatt. És megélte azt, hogy a fia elvégezte az orvosi egyetemet, és a fia csak azért végezte el az orvosi egyetemet, hogy tudjon ilyen alternatív módon gyógyítani. És hogy lássa azt, hogy hogy vannak az összefüggések az emberi testbe. És amitől még különleges ez a könyv, hogy konkrétan elkészítési módok vannak benne, tehát hogy a különböző zöldségeket hogyan dolgozt föl, hogy abban a legtöbb tápanyag megmaradjon, és építőleg hasson a testedre. Úgyhogy nagyon fantasztikusan jó a könyv, tehát hogy ne hallj meg. Mostanában jelent meg? Képzeld el, hogy már több éve van Magyarországon, de nem nagyon tudtuk róla még idáig. Uh-huh. Én is egy ilyen videó konferencián hallottam róla, és aztán elkezdtem olvasni, és most már mindig viszem magammal a tanfolyamokra is, mert hogy annyira fantasztikusan jó, és ez így a minden családnak a táplálkozási bibliája lehet ez a könyv, tehát annyira alapú. Most még tényleg szoktuk karácsonyi ajándék is, ha ez még rendelhető. Igen, 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 mindenképpen. Milyen kiadótól? Az Édesvíz kiadótól, és 4000 forintba kerül, és tehát az ár-érték arányban a benne lévő információ az egyszerűen felbecsülhetetlen. Tehát nagyon-nagyon sokat ad hozzá a munkánkhoz. Annyit ír, mint egy Leonardo festmény. Így van. Köszönjük szépen, szuper. Köszönöm, köszönöm. Erzsike? Nincs hangja. Nincs hangod, várj egy pillanat. Le vagy némítva. Most már van. Bocsi. Most már van, mondhatod, mutasd. Hát, hogy elmondanám, én is az Édesvíz kiadónak az egyik kiadványát hoztam. Ugyanez nem könyv, de viszont ezt minden nap lehet olvasni. Uh-huh. Louise Hay-nek az Örök naptárját hoztam el. Én ezt karácsonyra kaptam egy 4 évvel ezelőtt körülbelül a lányaimtól. És ez egy nagyon jó motivációs annak, aki úgy lelkileg úgy nincsen teljesen úgy toppon, igen. És úgy minden nap elolvasgatni nagyon jó. Uh-huh. És ezt folyamatosan minden évben csak megfordítom, és akkor újból kezdem januárban ugyanazok a dolgokat. De amire végigélünk egy év alatt a naptáron, addigra úgy is változnak a dolgok. Uh-huh. És újból előről tudjuk kezdeni. Esetleg a mai napra valót elolvasod? A mai nap? Kikeresem, mert közben én itten ellapozgattam. December 11 van, ugye? Igen. Igen. És teli hold. Uh-huh. Hagyom, hogy a szeretetem fénye ma felragyogjon. Uh-huh. Is. Köszönjük szépen! Köszi! Akkor röviden ennyi volt. Jó, köszönjük! Akkor szerintem most Lajos Judit, maradt, mert Lajos, Judit eltűnt. De majd jön. Hát én egy old school kiadványt hoztam tulajdonképpen. Az az igazság, hogy újra felfedeztem egy régi kiadványsorozatot, a Network 21, az MV-nek a könyvkiadói jától szereztem be egészen sok könyvet, mert annak idején, amikor az antikváriumokat jártam, akkor rábukkantam egy-két érdekes könyvre, és amikor elolvastam, akkor rájöttem, hogy ezek között vannak mondhatni örökértékűek, tehát tulajdonképpen ugye tudjuk, hogy a Network 21 az a MV-nek a oktató cége volt, tehát amit ők annak idején kiadtak, azt oktatási céllal többek között képzési célra, tehát a legjobb nyugati könyvek közül válogattak, és elsőnek a mai alkalomra a Richard Poe-nak a 3. hullám, vagy az MLM új korszaka, igaz, itt most fordítva jelenik meg, de... Mi jól látjuk. Ja, jó, akkor ezt a könyvet választottam. Ez a Richard Poe a
Success nevű magazin, tehát a hálózatos cégeknek a szakújságjának a egyik újságírója, és nagyon nagy gyakorlata volt abban, tehát nagyon jól ismeri ezt a területet, és 1995-ben jelent meg ez a könyv. Tehát ez időben körülbelül arra az időre esik, amikor újra lendületbe jöttek a hálózatos cégek, tehát a nem mondjuk még, hogy online network cégek, mert ugye ekkor még csak hagyományos módon építették. Hát itt hálózatos piacszervező cégekről beszél, és tulajdonképpen ekkor indult a fellendülés, és azért is jó ez a könyv, mert azt a hagyományos üzletépítési módot elemzi nagyon alaposan, tehát az online előtti, az offline hálózatépítésnek szinte minden részletére kitér, tehát nagyon-nagyon részletesen meg lehet ismerni a nagy cégeknek a munkáját, konkrét történeteken keresztül, tehát ki, hogyan, milyen sikereket ért el, tehát szerintem nagyon jó használható, mert ha az ember elolvassa, akkor ötletei támadnak, tehát, és ezeket az ötleteket át tudja fordítani akár online területre is. Úgyhogy, és antikváriumokban lehet elsősorban felvenni ezt a kötetet. Ezt már csak antikvár példányba tudod beszerezni? Igen, igen, de ott kapható, tehát, tehát mindenfelé, ahol jártam, tehát rá lehet találni. A szegedi antikváriumban is láttam, tehát a netes antikváriumokban is megszerezhető, és még jó néhány ezen kívül, tehát érdemes ezeket a régi könyveket forgatni, mert vannak benne olyan dolgok, amiket akár mi is nagyon jól tudunk használni. Még egyszer a sorozatnak a címét megmondod? Amerikai sikerkönyvek. Tehát ez a Network 21-nek a könyvsorozata, vagy 40 kötet biztos jelent meg. És annak idején a nagyon híres írókat is adott, akik ma is futnak. Zig Ziglar például, vagy akár C. Maxwellnek a könyveit is ők adták ki először nálunk, úgyhogy, és ezek napjainkban is nagyon jól futnak, és megtalálhatók az újabb kiadásaik is a könyveknek. Úgyhogy én ajánlom, aki egy kicsit alaposabban, még alaposabban meg akar ismerkedni a rendszerrel, az szerintem tudja jól forgatni ezt a kötetet. Oké, köszi szépen. Akkor Judit következik. Több könyve is készült, de majd látjuk, hogy beszéljek el többiről, ez az egyik első. Na, mennyire lehet elolvasni. Ez ugye egy nagyon nagy sláger és siker könyv volt, hát körülbelül egy évvel ezelőtt adták ki. Többen meg is kapták karácsonyra, de én utána a januári szülinapomra lettem meg magam ezzel. Hát azért olvastam sokat, de még egy pár oldal azért hiányzik, hogy teljesen kiolvassam ezt a vastag könyvet. Ugye két cikluson keresztül volt ugye az Amerikai Egyesült Államok elnöke, az Obama, és az ő felesége írta meg ezt az önéletrajzi könyvét. Ugye nagyon érdekes már, ahogy az elejétől elmeséli a gyerekkorát, a legapró részletekig, hogy mi minden milyen hatással volt rá, és hogy mi minden ivódik belénk, és hogy mennyire meghatározza az, amit akkor kaptunk, akkor tapasztaltunk a szüleinktől, a környezetünktől, és hogy mik azok a dolgok, amik fontosak számunkra, és hogy az értékrendünk, az mennyire megalapozza ez. És azért azt is ugye nagyon érdekes volt látni, hogy milyen körülmények közé született. Mert azért hát jó család voltak, de nem engedhettek meg maguknak nagyon sok mindent. És ugye a szüleik nagyon sok mindenről lemondtak azért, hogy ők tudjanak tanulni, vagy akár elmenni egy ilyen utazásra, egy ilyen iskolai utazásra. És az is, hogy ahhoz, hogy ki tudjanak törni, azért mennyi embernek mégis a tanulás az egyetlen lehetősége. És azt, hogy azért ők is ezt mennyire komolyan vették. De most is azért, hogyha belegondolunk, sokszor látjuk ugye a Facebookon, vagy az afrikai országokban, meg mindenhol, hogy milyen sokaknak ez az egyetlen kitörési lehetősége, hogy tanulnak. Hogy miket jelentenek az iskolák. És hogy belegondolunk, most ugye mi milyen sokszor, hát milyen nagy gondok vannak úgymond az oktatásban. De azért valamilyen szinten azért mégis egy csomó minden csak működik, meg fejlődik, és hogy annyi mindent el lehet érni ezáltal. És hát nagyon tetszett az is, hogy nőként, hogy mi mindent, hogy hány iskolát, hány egyetemet
elvégzett, és utána, hogy milyen munkahelyekbe került. És az is klassz, hogy bele tudunk látni egy kicsit a dolgok mögé. Mert lehet, hogy hallottuk akkor a sajtóban, ugye a politikában, meg minden, hogy egy oldalt megmutatni. De milyen az, amikor elmondja a másik oldal, hogy hogy történtek ott a dolgok? Azt, hogy, hogy milyen megélni ezeket az óriási dolgokat. És az is annyira tetszett, hogy honnan, hova el tudtak jutni. És ki gondolta volna azt, hogy az Egyesült Államok elnöke az néha még este is hoztak neki postát. És volt, amit elolvasott, és volt, hogy hajnali egyik-kettőig is dolgozott, meg elolvasta a leveleket, az értékeléseket, meg minden. Hogy mennyire belerakta szívét, lelkét, olyan szépen leírja, hogy egy kicsit ugye olyan volt így az ország is, mintha egy harmadik gyerekük lett volna. És azért az is elképesztő, hogy amikor el tudták volna valaha képzelni, hogy egyszer ők lesznek így az Amerikai Egyesült Államok elnöke, meg az egész családot fog élni a Fehérházban. Uh-huh. És hogy azért néha ilyen elképesztő dolgok is megvalósulnak, de nyilván azért nagyon leírja, hogy úristen, mi mindent kellett ezért tenni. Csak belegondolni azt, hogy milyen egy kampányidőszak, hogy mennyit utaztak, hogy hány emberrel kell beszélni. Egy picit ugye, amikor mi is ugye nagyon szeretnénk mindent csak online, mert ugye mondjuk most azt mondták, hogy a mostani elnökválasztásban azért nagyon meghatározó volt a Facebook meg az online kommunikáció, de nyilván azért nagyon sokat jelent az is, hogy mennyi emberrel találkoztak személyesen, hány emberrel fogtak kezet, meg ilyesmi. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes történet, és persze még ezt is a Geszti Péter is ajánlotta, mert hogy olvastam a Facebook oldalán. És azért ez, hogy ő is nagyon jó szívvel ajánlja, mert azért ez egy nagyon jól megírt történet, és nagyon érdekes. Úgyhogy most erről egy kicsit... Nemrég olvastam erről, hogy a kampányban hol hibázott, aki ellenük indult, hogy ők mennyire felkészültek abból, hogy hova mennek, amikor ilyen beszédeket tartottak, meg kampányoltak, és azoknak a nyelvén szólaltak meg, míg a másik fél erre nem tett energiát. Igen, még azt is elmondta, hogy bizony néha szövegíróknak kiadták, hogy miket mondjon. Mert hogy annyira meg van határozva, hogy tényleg miket kell használni ahhoz, hogy tényleg azt érjék el, amit szeretnének. Úgyhogy tényleg azért lehet szívből is beszélni meg mindent, de azért nagyon sokszor szakembereket vesznek igénybe hozzá, hogy tényleg a megfelelő szavakat mondják, és hogy a megfelelő hatást érjék el vele. Úgyhogy ez tényleg így van, nagyon tanulságos ez a történet. Köszönöm, hogy most elég egy könyv akkor, ugye? Így, mert igen, most hosszabban inkább akkor ezt az egyet. Jó, jó. Nem tudom, hogy Erika hozott a könyvet, vagy nem? Nem. Jó. Akkor okay. Te jössz, Csili. Akkor én jövök. Jó. Az én könyvem egy svéd szerző könyve. Ő statisztikus, Hans Roslingnak hívják, és a Tények című könyvet írta meg. Az az alcíme, hogy 10 ok, amiért tévesen ítéljük meg a világot, avagy miért állnak jobban a dolgok, mint gondolnánk. Igen, mielőtt bármit mondanék a könyvről, arra kérlek titeket, hogy egy tesztet beraktam, bár közöltek már van, aki ismeri, de azért légy szíves, töltsétek ki. Nem tettük be a teljes tesztet, mert az 13 kérdésből áll, hanem csak 6-ot ebből, és ABC válasz közül kell választani. Úgyhogy közben csak azért, mert nem tudom, hogy ezt a tesztet fogják-e látni, akik a videót nézik. Azt én sem. Ezért inkább felolvasom a kérdéseket. Tehát az első kérdés, hogy a világ szegény országaiban a lányok hány százaléka fejezi be az általános iskolát? Az A válasz 20%, a B 40%, a C pedig 60%. A második kérdés, hogyan változott az elmúlt 100 évben a természeti csapások miatti halálozások száma? A válasz több, mint a duplájára nőtt, B nagyjából azonos maradt, C kevesebb, mint a felére csökkent. A harmadik kérdés, a világ lakóinak mekkora hányada fér hozzá valamilyen mértékben az elektromossághoz? A válasz 20%, B válasz 50%, C válasz 80%. A negyedik kérdés, a szakértők szerint az átlaghőmérséklet a következő 100 évben A válasz emelkedni fog, B válasz nem változik, C válasz csökkenni fog.
Az ötödik kérdés, hol él a világ lakosságának a többsége? A válasz alacsony jövedelmű országokban, B válasz közepes jövedelmű országokban, a C válasz pedig a magas jövedelmű országokban. És a hatodik, amit kiválasztottunk, hogy az elmúlt 20 évben a világ lakossága szélsőségesen szegénységben élő részének mekkora az aránya, az A válasz majdnem megduplázódott, a B válasz nagyjából azonos maradt, és a C válasz majdnem a felére csökkent. És akkor még várjuk, hogy megadjátok a válaszokat, és aztán majd, ha megérkezett mindegyik, elvileg, ugye mi nem szavazunk, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 választ várunk. Légy szíves, szavazzatok már, úgy látom, hogy öten már szavaztak. Még nem mindenki minden kérdésre adott választ. Még Bősze Zsolti most lépett be, nem tudom, hogy ő akar-e szavazni. Zsolti, ha van kedved, akkor erre a 6 kérdésre légy szíves ABC válaszok közül választ ki a szerinted megfelelő választ. Egynek számítunk most. Igen. Nem tudom, hogy van-e, akinek esetleg gondot okoz a kitöltése a kérdőívnek. Évi, megy? Jó. Csimáné Ildikót, igen, nem látunk a képernyőn, nem tudom, hogy sikerül-e. Én már leadtam. Jó, köszi, okay. Köszi. Kati? Már leadtam. Is? Csak azért, mert látjuk a válaszok számát, tehát öten válaszoltatok, akkor valaki nem szavazott. Judit, te szavaztál? Jó, hatan. Most már igen, jön a hatodik válasz. Csak azért, mert az eredményt addig nem tudjuk megosztani, amíg fut. Igen, igen, tehát még úgy látom, hogy hatan. Akkor valaki nem. Jó, akkor szavazott. Akkor lelövöm, és akkor látni fogjátok. Na. Akkor egy pillanat. Ez milyen klassz, az első kérdésre adott. Egyes súly. Igen, kettő, kettő, kettő. Esőleg mi melyiket raktunk be, hogy hányan fejezik be az általános iskolát, mert ez itt a könyvben más a sorrendje a kérdéseknek. A lányok közül úgy látom, hogy ketten tippeltek jól, mert hogy a lányok 60%-a fejezi be az iskolát. Mondtam neked. A második kérdés, hogy hogyan változott az elmúlt 100 évben a természeti csapásokban. Igen. Itt hogy is válaszoltatok? Ketten. Egy ember válaszol. Növekedni, igen. Hárman, hogy ugyanaz maradt, és egyen találták el a helyes választ, hogy kevesebb, mint a felére csökkent. Ah, Judit voltál! Ilyen pozitivizmus. Igen, a harmadik, hogy a világ lakóinak mekkora hányada fér hozzá valamilyen szinten az elektromossághoz. Át hányan választották a 20%-ot? Senki. Négyen az 50%-ot, és ketten találták el a 80%-ot, ami a jó válasz. Ez is jó. Görkes egy kicsit rajta. A negyedik kérdés, hogy a szakértők szerint az átlag hőmérséklet. Általában ezt szokták eltalálni, de itt sem mindenki találta el. Hárman találtátok el, hogy valóban emelkedni fog, tehát ebben elég nagy a médiának a szerepe, már mint nem az emelkedésben, hanem hogy ezt egyre többen tudják. És az utolsó kérdés, hol él a világ lakosságának a többsége? Na, akkor mondod, légy szíves, akkor én csak a könyvben nézem. Mindenki arra tippelt, hogy az alacsony jövedelmű ország. Mindenki arra tippelt. Igen. Pedig a valódi válasz az az, hogy közepes jövedelmű országokban képzeljétek el. És akkor az utolsó kérdés. Elmúlt 20 évben a világ lakossága szélsőséges szegénységben élő részének az aránya. Itt 2-2-2 válasz lett. A helyes, hogy majdnem a felére csökkent.
Mégis ötöt találtam el. Ügyes vagy, Judit. De képzeljétek, én csaltam, én láttam erről nemrég egy videót, de én ezt hol láttam? És le voltam döbbenve, hogy ennyire jó a helyzet. Igen, igen, igen. Tehát 2017-ben 12,000 embert kérdeztek meg 14 országból, ezekről és még más kérdésekről, és senki, azaz senki a 14,000 emberből nem találta el mind a 13 helyes választ. Tehát azért ez nagyon beszédes szám. Egyetlen egy nem volt. Egy olyan volt, aki 11 pontot ért el a 13-ból. Az volt a legjobb eredmény. Uh-huh. Tehát ennyire eltorzítva látjuk a világot. 15% volt, aki teljesen nulla pontos eredményt ért el. Egyetlen egy választ se talált el. A szerző elkezdett azon gondolkodni, hogy vajon miért van ez, hogy ennyire nem jó válaszokat adunk, és először arra gondolt, hogy nem tájékozottak eléggé az emberek, ezért megnézte, hogy magasan iskolázott emberek közt milyen arány jön ki, és nekik is több, mint a felére rossz válasz jött ki, gondoljátok el, tehát akadémikusok. Az egyik legrosszabb eredményt egy Nobel-díjas adta. És azon gondolkozott, ezt ugye banántesztnek hívják, azért nevezte el banántesztnek, hogyha elmenne az állatkertbe, és három banánra ráírna, hogy ABC, és hangosan felolvasná a kérdést, és a majmok véletlenszerűen a banánt kiválasztanák, akkor ugye egyharmad arányban jó választ adnának, ez 33%. Na most képzeljétek el, hogy a jó válasz aránya az embereknél bármilyen csoportban, bármilyen korú, nemzetiségű, iskolázottságú, az jóval kevesebb, mint 33%. Tehát 12 kérdésből átlagosan két jó választ adnak, kettőt. Ez azt jelenti, hogy mi mindannyian, magunkat is beleértve, én is megcsináltam a tesztet először, és nekem is gyalázatos eredmény jött ki. Mindannyian azt gondoljuk, hogy a világ egy ijesztő, erőszakosabb és reménytelenebb hely, mint amilyen valójában. Tehát a jó hír az, hogy helytelenül ítéljük meg a világot, és akkor arra gondolt a szerző, hogy talán azt kellene, hogy frissíteni az elavult információt, mert olyan információk alapján döntünk, ami régebről származik. De kiderült, hogy azok az emberek, akik egy tudományos konferenciára gyűltek össze, és pont például a népesedéssel foglalkoztak, tehát nekik nagyon friss adatok álltak a rendelkezésükre, ugyanúgy tévesen töltötték ki a tesztet. És végül is arra jutott, hogy hát akkor valószínűleg a sajtónak a torzító hatása lehet az, hogy ugye mindig kiemeli a negatív híreket, és kiderült, hogy nem. Tehát a sajtó valóban torzít, de nem ennek a dolognak köszönhető. És hogy minek? Na hát arról szól ez a könyv, hogy van 10 olyan gondolkodási hibánk, beleértve mindenkit, aminek az alapján drámaibban ítéljük meg mindig a helyzetet, mint amilyen az valójában. És hogy ne essünk ennek a csapdájába, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, olvassátok el, mert sokat lehet tanulni belőle, és ennek az eredménye egy olyan fajta pozitív kép, amit nem csak így sugallunk magunknak, meg mantrázunk, hogy gondolkodj, hogy pozitívan, hanem tényleg rájössz, hogy hol véted el a gondolkodást, hol megy el rossz irányban, miért gondolod rosszabbnak a világot, mint amilyen az valójában. Úgyhogy az én könyv ajánlom ez volt. És akkor köszönjük szépen mindenkinek, aki ajánlott. A felvételt most befejezzük, ugyanis most kezdődik az after party, amikor mindenfélét majd jó, meg fogunk csacsogni. Gyertek el legközelebb is, szerdán a robbantóra. Így van, és akkor ti is itt lehettek az after party. Úgyhogy most a felvétel leáll.